A Volán és a rendőrség már évek óta jó kapcsolatot ápolnak. A jól bevált gyakorlatot idén sem szakították meg. Az oktatás célja a 2010-es KRESZ változások, valamint az utólag a 2011. július 1-én bevezetésre kerülő KRESZ módosítások, amelyek a pontrendszerben és a szabásszegésekben bekövetkezett változások megismertetése. A többnapos gyakorlat során felhívják a figyelmet az óvatos, biztonságos közlekedésre, valamint belső képzést is tartanak, amely során felelevenítik többek között az 561-es rendeletet. A gépjárművezetők pihenő idejét, vezetési idejét és egyéb munkában töltött idejét szabályozza az Európai Unió szintjén belül. És volt még egy belső rendelkezés, egy vezérigazgatói utasítás ismertetésére került sor, amely az üzemanyag elszámolási rendszer változásairól szólt. Az egyik legfontosabb a vezetési és pihenőidő arányainak betartása, így az autóbuszvezetőknek újra elmondták, hogy 4,5 óra egybefüggő vezetési idő után 45 perc pihenőidőt kell kivenni, valamint szóba került a napi, heti, kétheti, egyhavi vezetési időre vonatkozó pihenési idő is. Idén még egyszer ősszel tartanak majd egy oktatást, ami a baleset és munkavédelemről szól majd, valamint a téli felkészülésről.